Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Már is folytatjuk az adásunkat. Vendégünk dr. Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója. Itt is van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A német választásokról lesz szó, mert hogy azért már elkezdődött a kampány, és nagyon sokan azt mondták még ezelőtt pár hónappal is, hogy zöld kancellár lesz Németországnak, méghozzá Annalena Baerbock személyében. Aztán most úgy tűnik, hogy ez a diadalmenet egy kicsit elakadt, mert egyébként ez ilyen német specialitás, hogy találtak az önéletrajzában pontatlanságokat. Korábban is előfordult, mert különböző kancellár jelöltekkel, hogy nem stimmelt a doktori disszertációjuk és egyebek. Hogy látja, ezt a helyzetet túl lehet-e élni, illetve mi most a helyzet a zöldek házatáján Németországban? Nagyon sok kérdést kaptam, és ez egy nagyon komplex témakör. Hogy a hátulról kezdjek, hát túl lehet élni. Kérdés az, hogy politikailag túl lehet-e élni. Én úgy látom, hogy a zöldek körül kialakult Németországban az utolsó években egy óriási nagy hype, ahogy ezt úgy mondani szokták manapság, egy túlfűtött elvárás, amennek a zöldek aztán valószínűleg nem tudnak megfelelni. Láttuk már a zöldeknek a szárnyalásait különböző tartományi választások előtt, különböző szövetségi választások előtt a közvéleménykutatásokban, és aztán a tényleges eredmény általában nagyon alul maradt. Egy aktuális példát hadd mondjak el, június 6-án 100 Anhalt tartományban, Kelet-Németországban voltak parlamenti választások. A zöldek nagyon jól szerepeltek a közvéleménykutatásokban, és aztán majdnem, hogy nem jutottak be 5,5%-kal a parlamentbe, azaz ott is túl voltak mérve, és szerintem ez a túlzott elvárás, ez a túlfűtöttség, ez jellemzi az aktuális német kampányt és a zöldek körül kialakult helyzetet. Ténylegesen Annalena Baerbock kancellárjelölt asszony és zöld társadalmi asszony lebukott sok tekintetben, mert az életrajzában pontatlanságok, varotlanságok voltak, gyorsan ki kellett javítani, és aztán bevallotta, hogy téves volt egy pár dolog, és hogy nagynak akart tűnni. Hát kérdés az, hogy elég nagy Annalena Baerbock ahhoz, hogy Németország kancellárja legyen. Szerintem egy kicsit túl nagy ez a kabát rá. Látszik is, hogy a zöldek folyamatosan visszafejlődtek a közvéleménykutatási adatokban, most már olyan 20-22%-kal szerepelnek. Ellenében a CDU, CSU pártszövetség ismét erőre kapott. 28, már 29, egyes helyeken már majdnem 30%-kal mérik őket. Azaz abszolút nem így van, hogy bizonyára zöld kancellárás, sőt egészen ezzel ellentétben kijelenthetem, hogy nagyon úgy tűnik jelen helyzet, hogy nem valószínű, hogy Németországban zöld kancellár lesz. Ha viszont nem zöld, akkor ki adja a kancellárt, a CDU? Nagyon úgy néz ki, hogy Armin Laschet, CDU elnök, akit januárban választottak CDU elnöknek, és kancellárjelöltnek áprilisban, nagyon úgy néz ki, hogy Armin Laschet lesz a befutó. Most már csak az a kérdés, hogy milyen konstellációban fog tudni kormányozni Armin Laschet. Sokan úgy mondják, hogy majdnem, hogy elkerülhetetlen a zöldek kormányzásba történő bevétele. Ez jelenleg a kettő párt együttesen eléri az 50%-ot, azaz ez reális forgatókönyv, és valószínű forgatókönyv is. De ugye szeptember 26-áig még pont 3 hónapunk van, 3 hónap alatt még sok minden történhet, sok víz folyik le a Rajnán, hogy Németországban ezt mondják, azaz nem kizárt, hogy akár más pártokkal fog Laschet kormányozni. Németországban sok színű a pártpolitikai paletta, különböző konstellációban különböző pártok kormányoznak a tartományokban, 16 tartományban 15 különböző konstelláció van, és a CDU-nak számos opciója van, akár kettes, de akár hármas felállásokra is. A választási kampány kezdetén ugye Annalena Baerbock nagyon karizmatikusnak tűnt Laschethez képest is, aki meg ugye nem karizmatikus azért annyira kívülről nézve. És felmerül a kérdés, hogy személyekre vagy pártokra szavaznak a választók, mert Baerbock esetében egy kicsit úgy tűnt, minthogyha a személy vihetné el a pálmát. Aztán kijött a botránya, és akkor most meg újra, mintha mindenki visszaterelődne a CDU-hoz meg Laschethez. Igen, ez így van. Amikor éles a helyzet, akkor az emberek tényleg elkezdenek gondolkodni, hogy vajon tényleg milyen országot szeretnének, és vajon milyen kormányt szeretnének. És sok minden, főleg a kampány elején, a plakatív bejelentések, a mosoly, a szép színek, az elején mindig ugye külsőségekről szól a dolog. Annalena Baerbock nyilvánvalóan nem unszimpatikus, fiatal hölgy, 40 éves fiatal családanya, de
biztos, hogy szimpatikus, meg kedves, de talán tartalmilag neki nincs annyi mondani valója, és még talán nem nőtt fel az a szerephez, hogy Európa legnagyobb országának a vezető politikusa legyen. Ellenében Armin Laschet, egy megfontolt 60 éves, egy tartományt már sikeresen, 4 éve sikeresen kormányzó miniszterelnök, a legnagyobb német tartományt kormányozza, Észak-Rajna-Veszfáliát, sikeres CDU-FDP kormányzásban, egy polgári kormányzásban. Mégis sokat letett az asztalra, meghiggadt, megfontolt személyiség, talán nem annyira karizmatikus, na de nem csak a karizmával lehet megnyerni választást, hanem kell oda teljesítmény is, szolid tudás, tapasztalat, és főleg egy olyan dolog, ami Armin Laschetnél abszolút megvan, kiegyensúlyozottan, integratívan, több véleményt megengedni, igazi néppárt karakterébe bevonni sok embert a kormányzásába. Nála ugye megvannak a CDU-nak egészen a gazdaságpolitikai, bel- és biztonságpolitikában nagyon erős emberek, de ugyanúgy megvannak a szociálisan érzékeny CDU, és inkább a balszárnyát képviselő politikusok is a kormányában, és Észak-Rajna-Veszfáliában, az ő bizonyított, hogy integrálni tud. Na most a pártokról is szól természetesen, meg programokról is szól az egész kampány, és a CDU most mutatta be a programját, és nagyon úgy néz ki, hogy a németek most kezdik egy kicsit felmérni, hogy tényleg mit fog jelenteni az, hogyha zöldek kormányoznának, mit fog jelenteni az, hogyha a CDU kormányoz, és ezt mérlegelik, és én úgy látom, hogy a zöldek programjában nagyon sok utopisztikus felvetés van, és azért végeredményben Németországban is, mint Magyarországon is az emberek szerintem egy kiszámítható, biztonságos országot szeretnének, egy biztonságos jövőt, munkát, otthont, családot. Szerintem ezek olyan dolgok, amiket a CDU garantálni tud, szavatolni tud, és a zöldeknél ez kérdéses, és a németek most erre kezdenek felébredni, és kicsit kezdik látni, hogy mit is jelentene egy zöld kormányzás. Nagyon sok részlete van, nem csak a környezetvédelem, klíma kérdések, de ugye identitáspolitikai kérdések, gender kérdések, ami a zöldeknél tényleg egy olyan társadalmi képet reprezentál, ami talán mondjuk úgy nem teljesen többségképes, akár Németországban sem. Viszont azért Angela Merkel, a jelenlegi leköszönő német kancellár, hát eléggé tágította az átjárást és az érzékenyítő programokat, és emiatt is lehetett azt gondolni, hogy tulajdonképpen olyan markáns ideológiai szembenállások már nincsenek, hiszen a CDU is elindult ideológiailag ugyanabba az irányba, mint a zöldek. Igen, a sors érdekes fintora lenne az, hogy pont 16 év Angela Merkel kormányzása után, pont ezután kerülnének aztán be a zöldek a kormányba, és egy olyan Armin Laschet vezette szövetségi kormány lenne, ahol zöld junior partner van. Miért mondom azt, hogy a sors fintora? Hát azért, mert ahogy ezt említette, Angela Merkel kormányzása 16 évből 4 évet kormányzott csak polgári kormányban, az FDP-vel, a liberális FDP-ben, 12 évet ebből a szociáldemokrata SPD-vel kormányzott, és való igaz, hogy volt egy nyitás bal és zöld irányba, ez akár a migrációs válságnál kialakult helyzetre gondolhatunk, akár a hat kötelezettség megszüntetése, az atomenergia felhagyása, vagy akár a homoszexuálisoknak nyitott házasság intézmény bevezetése is. Ezek mind olyan dolgok, amely egy nyitást képviselt zöld irányba, azaz Merkel úgy kormányozta az országot, és úgy politizált, hogy sok mindenben megengedő volt zöld, és inkább balliberális álláspontokkal szemben, mert volt mindig egy ilyen elképzelés, hogy esetleg a zöldek irányába le kell építeni az akadályát, mert ők lesznek a partnerek. Próbálkozott is a CDU a zöldekkel kormányozni, 2013-ban voltak koalíciós tárgyalások, ahol egyébként Annalena Baerbocknak volt szerepe már 8 évvel ezelőtt, akkor a zöldek egy kicsit megijedtek ettől, talán még korainak tartották, és 2017-ben CDU-CSU tárgyalt a zöldekkel és a liberális FDP-vel, ott viszont a liberális FDP mondta azt, hogy hát ők nem vesznek részt egy ilyen valós zöldes projektben, úgy mondták, hogy a nagy koalíció folytatása egy kicsi zöld mázzal, úgy fogalmazta FDP elnök Christian Lindner. Szóval akkor ez nem működött, és több kísérlet volt rá, és lehet, hogy most pont úgy, hogy Merkel elmegy, most pont ez meg fog valósulni, elképzelhető, de nem kizárt, hogy más konstellációk lesznek. Ugye a szociáldemokrata pártnak a kancellárjelöltje Olaf Scholz lesz, aki pedig szintén egy elég tapasztalt politikusnak számít, és hogyha a szakmaiságot nézzük, akkor akár mellette is szólhatnak érvek. Az, hogy a szociáldemokraták alakíthassanak kormányt, vagy szociáldemokrata vezetőségeket,
vezetésű kormány legyen Németországban, az teljesen kizárt? De teljesen nem lehet semmit kizárni, ugye? De a jelenlegi mérések a szociáldemokrata pártot 14-16% magasságába teszik. Ez nem teszi reálissá a szociáldemokrata kormányzást, úgymond, hogy ők adják a kancellárt. Lehetséges viszont egy olyan konstelláció, hogy a szociáldemokraták összeállnának a zöldekkel és a liberális FDP-vel az úgynevezett jelzőlámpa koalícióban. Ez egy jelen állás szerint ez egy zöld kancellárt eredményezne, mert a zöldek erősebbek az SPD-nél, de ugye miután már csak 5-6% választja őket el, ha 3%-nyi szavazó egy kicsit másképp döntene, akkor összeállhat egy olyan helyzet, hogy három párt 15-15-15%-kal egybeáll, és akkor még az se kizárt egyébként, ha már a kizárásokról beszélünk, akkor már az se kizárt, hogy akár egy liberális kancellárra is lehet Németországnak az FDP-vel. Na de ez a forgatókönyv szerintem jelenleg nem reális. Én nem látom azt, hogy az SPD visszaerősödne, és azt se látom, hogy a liberális FDP, bár matematikailag lehetséges lehetne akár, de nem látom azt, hogy a liberális FDP pont a zöldekkel meg a vörösökkel akarna kormányozni. Ők inkább a CDU-val szeretnének kormányt alakítani. Ha már minden német pártról beszéltünk, akkor beszéljünk egy kicsit az AfD-ről is, mert hogy ez az a párt, amire hagyományosan azt mondja minden politikai szereplő, hogy velük elképzelhetetlen a koalíció. Hogy látja, ez ősszel is így marad? Tehát nem lehet semmifajta olyan konstelláció, hogy mondjuk a CDU-nak össze kelljen fognia az AfD-vel? Németországban közmegállapodás van arról, hogy az AfD-vel nem kormányoznak se szövetségi szinten, se tartományi szinten. Nem hinném, hogy ez a közmegállapodás megváltozna szeptemberig. Szeptember 26-án lesznek ugye a szövetségi parlamenti választások. Németországban nagyon sok különböző konstellációban lehet most már lassan kormányozni, ugye a széttöredező pártpolitika spektrumnak köszönhetően, és azt is látjuk, hogy 16 tartományban 15 különböző konstellációban kormányoz 7 különböző párt, ami azt jelenti, hogy a tartományi kormányok a szövetségi tanácson keresztül részt vesznek a szövetségi törvényhozásban. Azaz egy ilyen mindent uralló szivárvány koalíció, mondhatnánk így, uralkodik itt Németországban. Az AfD ebből kimarad, és amikor olyan kísérletek vannak, hogy egy AfD támogatta, akár kisebbségi kormány alakulhatna, ez ugye 2020 februárjában Türingiában volt egy ilyen kísérlet, akkor ez csúfosan megbukott, és nincs rá esély, hogy az AfD kormányt alakítson, vagy bekerüljön a kormányba, sőt, azt is mondhatom, hogy az AfD-ben nagyon szélsőséges erők is megjelentek, és az AfD nem az a liberál-konzervatív mérsékelt párt, amely talán esetleg 2013-ban esetleg lett volna, amikor a professzorok alakították, és ugye a görög csomagok ellen szólaltak fel pénzügyi, fiskális szempontok alapján. Az AfD már nagyon karcosan jobboldali, hanem hogy nacionalista párt, és a németek erre nem rezonálnak annyira, és nem fog kormányozni az AfD, kivéve akkor, hogyha az AfD változna, az AfD megújulna, esetleg másképp újra alakulna, egy más pártformájában talán, és moderátabb hangvitelt ütne meg. Szerintem ez nem fog megtörténni egy cikluson belül. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy a magyar kapcsolatok szempontjából hogy látja, milyen kormány lenne a legjobb Németországban? Úgy, ahogy mi is Magyarországon kikerült magunknak, hogy beleszólnának, hogy milyen kormány legyen, vagy hogy kormányozzuk az országot. Ugyanúgy nem szeretnék beleszólni, hogy a németek milyen kormányt alakítanak. Szóval a német nemzet szuverén döntése, hogy milyen kormányt alakít, és hogy alakítják a jövőjüket. A magyar-német kapcsolatok szempontjából mindig akkor jártunk jól, amikor egy kiszámítható, stabil, egymást bizalommal megközelítő kapcsolatokra lehet építeni. Itt én úgy látom, hogy Armin Laschet a legjobb tradíciókat követve, kiegyenlítő, kompromisszumkereső stílusa sokat hozzátehet Európa a megújításához, sokat hozzátehet a magyar kapcsolatok stabil alakításához. De akkor lehet, hogy Laschet még jobb arc lesz, mint Merkel mondjuk, mert ő azért mostanában itt az utóbbi időben főleg elég keményen bánt Magyarországgal.
Én ezt nem mondanám. Angela Merkel-el, főleg Orbán Viktornak mindig egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó viszonya volt, és látjuk, hogy 2019-ben a Pán-Európa Piknik 30. évforduló körüli ünnepségeken itt volt Merkel, Orbán Viktorral közösen istentiszteleten vettek részt, és egy jó, stabil, kiszámítható kapcsolat van a kettő vezető között. Hogy bizonyos kérdésekben Európán belül bizonyos szakpolitikai kérdéseket kicsit másképp ítélünk meg, más súlyponttal, más migrációs válság, vagy akár klímakérdések, az egy egészen természetes dolog. Ez szerintem nem alapjaiban rombolja az ország kapcsolatot. Alapjaiban az rontja az országok kapcsolatait, ha valaki ideológiai szempontból rá akarja kényszeríteni sok tekintetben a véleményét a másikra. Ez Angela Merkelnél nem volt így, határozottan hangsúlyozom, nem volt így. Egyes német politikai pártok, kiváltképp a politikai spektrum egy bizonyos részéről, igyekeztek itt misszionárikus lelkezett megközelíteni a dolgokat, és Magyarország irányában bizonyos dolgokat előírni. Ez nem a CDU volt. Dr. Bauer Bencével, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatójával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a beszélgetést.